Na, üdvözlök mindenkit hatalmas szeretettel. Szerbusztok, sziasztok, én Maxfej vagyok. Ebben a videóban pedig egy kis RTS gameplayt fogtok látni. De igazság szerint itt most nem a gameplay lesz a lényeg, csak fogok mondani nektek egy-két sztorit, ami velem történt a héten és a múlt héten. Na most kicsit ritkásabban vannak a videók, és szerintem ti is észrevettétek, hogy nem rakok fel úgy RTS-ből se sokat, meg kb. Hetente, két hetente van egy, meg még így pakolgatok fel cségós videókat, meg ilyenek. De egy kicsit most így elmaradoztak a videók, most elég sok dolog közbe jött nekem is, sokat nem vagyok itthon, meg hát így nem dolgozgatok, de csinálom a pénzt, ez most mindegy, de nem, semmi rosszra nem kell gondolni, semmi illegális dolog, csak most ez így alakul. Na, vágjunk is bele, most ahol vagyok, kérlek szépen, itt most nem mondjatok nekem semmit, vadonatúj profillal vagyok, tehát most kezdtem el a játékot, csak ezer, nem tudom hány száz órán van benne egyébként, de a másik profilom, a fő profilom, az meg rajta van, kérlek szépen, a másik vinyómon, és ez most egy másik gép, amin vagyok. Ez most egy olyan gép, hogy ebben van egy i7-es, egy első generációs i7-es, meg csak nézem a hangot, van benne egy első generációs i7-es, meg 8 GB RAM, meg egy GTX 960 van benne. És most annyit csinálok ezzel a géppel, hogy ez majd szintén eladásra megy. Most nem tudom, hogy figyelhettétek a csatornámat. Közben itt kijövünk a telephelyről. Egy ilyen kis Scaniával vagyok most. Egy R620-as Scaniával vagyunk. Kijövünk közben a telephelyről. Most, hogy figyelhettétek a csatornámat, elég sok olyan videót láthatatok rajta, hogy különböző ilyen gamer PC-k voltak fent, gamer PC-kről volt fent videó, amit így eladásra szántam. Na most azok mind a saját számítógépeim voltak, de az nem saját használatra volt, hanem azok olyan számítógépek voltak, amiket én így összepakolgattam alkatrészekből, és eladásra szántam őket. Most belefogtam egy ilyen dologba, hogy a nyáron megtakarított pénzemből, amit ugye dolgoztam, összedolgoztam nyáron, abból a pénzből azt úgymond úgy befektettem, hogy gépalkatrészeket, na, azt mondom zöld lett, gépalkatrészeket vásárolok, nézegetem így a hirdetéseket, aztán ami van úgy olcsó, meg jó árérték arányban, azt úgy megveszegetem, és építek számítógépeket hobbiból. Majd ezeket a gépeket eladásra kínálom. Egész jó kis pénz van benne, és még jól is érzem közben magam, mert nagyon szeretek PC-ket építeni. Szeretem azt, hogyha összerakok egy alaplapot, rakok bele RAM-ot, videokártyát, tápot kötök rá, berakom egy szép gépházba, és elindul, hoppá, kaptam egy üzenetet, és elindul elsőre, és felrakok rá egy vinyót, és minden megy vele nagyon szépen. Azért egy ilyen kis, neked is egy ilyen kis jó kis érzés, hogy hát még ehhez is értek valamennyire. Egy pillanat. Jó, csak hallottam valamit, aztán hiszem, hogy mutár jött, vagy ilyenek, de nem. Na és az a lényeg, hogy én amúgy értek ezekhez a dolgokhoz alapjáraton, mert én ugye a saját nagy gépemet, amit ugye most eladtam pár hónappal ezelőtt, az a brutális gamer konfigom, ami nekem volt, GTX 980-nal, meg a i7-4790K-val, azt is ugye saját magamra raktam össze. Meg én jártam tavaly jártam műszaki informatikus iskolába, műszaki informatikus szakot is jártam, ott voltam egy majdnem egy évet voltam körülbelül, és ott azért ragadt rám valami a koszon kívül is. Tehát az ilyen hardveres dolgokhoz a számítógépekbe így nagyon értek. A szoftveres részét is értem, amit értem, de inkább hardveres részen vagyok otthon a dolgokban. Mindjárt kicsit visszaveszek majd a grafikából, mert nagyon maxra húztam a játékot, és most olyan 40-45 FPS van. És mindjárt egy kicsit, hogy azért egy 60 FPS azért meglegyen már. Úgyhogy mindjárt. Most egy pillanatra leállítom a felvételt,
Majd úgyis összevágom Sony Vegasba. Na, és akkor vissza is raktam egy kicsit, a kis százalékból visszavettem, hogy azért legyen egy olyan szép 60 FPS-ünk. Szóval most annyi van, gyerekek, hogy azért is láthatatok sok ilyen videót tőlem, majd 2-3-at ki is pakoltam, hogy gamer PC eladó, meg épített gamer PC, egyedi gamer PC, igényes gamer PC, stb. Stb. És most, ami jelen pillanat játszik, ami most fut a ETS 2 szinte a legmagasabb beállítások mellett sima 60 FPS-sel, az is eladó lesz, csak már azt meghirdettem, csak még a videót nem raktam fel róla. Szóval most jelen pillanat ezekkel foglalatoskodok. De ami igazából a sztori, amire ki akarom térni, azt már rögtön bele is már nagyon elment, megint mindig elkezdek valami sztorizgatni, és akkor elmegy az idő. Na, képzeljétek el, múlt héten volt nekem a kresszvizsgám, ugye ezt már mondtam már több videóban, hogy hát én a jogsit már elkezdtem tavaly, csak elkezdtem mellette dolgozni, és az úgy is maradt. Tehát, hogy nem történt semmi, tehát én így elkezdtem, megcsináltam a... Kérlek szépen, megcsináltam a... Mindjárt mondom neked, ugye a tanfolyamot megcsináltam, egészségügyi vizsgát megcsináltam, és puff, és nekem úgy vége is lett arra az évre, majd most idén el akartam kezdeni tavasszal, erre megint bejött egy új munkahely, egy új lehetőség, jó, akkor ragadjuk meg, akkor megint nem volt rá idő. És most megint úgy vagyok, hogy most is dolgoztam nyáron sokat, és most ilyen pillanat nem is melózok, mert most csak a jogsit fogom csinálni. Tehát most már egy hónapja kb. Ja, egy hónapja nem melózok, most nincsen munkám, de nem is akarok most keríteni direkt, mert ha megint belekezdek valamibe, akkor tudja, hogy megint annyiba marad a jogsi, és ugye tudjátok, hogy van egy bizonyos határideje, hogy mit tudom én, vagy egy autós iskolában, akkor elkezded a jogsit, akkor egy évet van rá, hogy leted a kresszvizsgát, és mit tudom én, két évet van rá, hogy leted a formalmit, de mindenhol máshogy van. Na és nálam ez pont így van, hogy egy éve majd letegyem a kresszvizsgát. És így eszembe jutott, hogy én tavaly november végén én elkezdtem így a kressz tanfolyamot, így megcsináltam, el is mentem egy vizsgára, ami nem sikerült, és utána így nekem abba is maradt az egész, mert utána bejött az új munkahelyem, ahol szinte dolgoztam sokat amúgy, de mindegy. És az a lényeg, hogy így eszembe jutott, hogy november, az meg mindjárt november, és aztán így nézem a naptárt, és az meg így október volt, kb. Ez akkor volt, és akkor így elkezdtem, úristen, az meg így elkezdtem készülni, tudod, hogy baszki, van egy hónap, meg kell csinálni a kresszvizsgát, és tanultam is rá, és október végén elmentem vizsgázni. És tanultam rá, vagy 4-5 napot, és elmentem vizsgázni, és éreztem, hogy hát, ez szerintem nem fog menni. De kurva sokat tanultam rá, tehát hogy 3-4 napot szinte folyamatosan tanultam. Minden nap tanultam, hogy 5-6 órát, és azért az úgy sok. Jó, persze közben az a baj, hogy az ember azt tudod milyen, hogy így fejlek, hogy ott van előtted az internet, csinálod a kresszfelt, és hopp, Facebookon írtak, hopp, itt írtak, hopp, itt kaptál egy üzenetet, hopp, elhívnak játszani, na igen, és akkor tudod, hogy megy ez. És na mindegy, elmentem október végén vizsgázni, ez olyan szülnapom tájékán volt, pont szülnapom előtt körülbelül, igen, 20-valahanyadikán mentem, talán 24-én, 25-én, na igen, elmentem öcsém. És ugye tudod, hogy 75 pontot kell elérni, vagy 65 pontot kell elérni a vizsgán, és 75 pont a maximális elérhető, amit el tudsz élni. Na, most találti, hogy én mennyit értem el. Úgyhogy azért úgy nagyjából készültem is rá, de amikor már beléptem a vizsgára, és akkor így megláttam az első kérdést, akkor már éreztem, hogy valami itt szerintem nem lesz jó. És képzeld el, hogy 63 pontot írtam, ami azt jelenti, hogy egészen kettő pont hiányzott volna ahhoz, hogy meglegyen a vizsga. Hát nyilván azért kicsit ideges lettem én is, hogy mondom, bassza meg, azért csak készültem rá, és mondom, ennyi megy el, mondom, ne szívass már. És akkor felszívtam magam, hogy tudod, hogy na mondom, akkor most megcsinálom, és rögtön az első, a következő időpontra meg is kértem. Vagyis a következő időpontot meg is kértem. És mi a fasz? Ja igen, tehát így ki is kértem a... Igen, itt már vártam, hogy mikor adja meg, mert 60-nal megyek a 50-es táblának. És kérlek szépen így fel is kértem a következő időpontot, és tudja, hogy ez a múlt héten volt, szerdán azt hiszem, vagy kedden.
tudom. És úgy képzeld el, hogy ez egy szerdai nap volt, és pont volt reggel egy bizniszem, és vettem volna egy tápegységet az egyik gépbe, amit most éppen összeragok. Hát most látnád a szobámot, hogy körülbelül itt mellettem van lent vagy 3-4 gépház, videokártyák dobozával tele van a sarok, és most itt az asztalon is van két monitor, meg két számítógép. Tehát most inkább ilyen külső nézetes videókat nem fogok mostanában gyártani, mert nem fog férni sehova a kamera, meg semmi. Na és akkor úgy képzeld el, hogy ez egy szerdai nap volt, múlt hét, és reggel lett volna egy bizniszem, egy tápegységet vettem volna, egy ilyen 500 wattos tápegységet, ami pont jó lett volna a mostani gépben, ami most van. És meg is beszéltem a srácot, hogy nagy állomáson találkozunk reggel 9-re, mert vonattal jött le a srác, valami dolga volt itt Debrecenben, jött a rokonához, azt mondta, hogy akkor lehozza a táp. Amúgy jó, akkor találkozunk, tudod, kimegyek eléd az állomásra, azt mondja, jó, jó, persze, megbeszéltünk minden, és csin, megyek ki reggel, ugye tekerem a kis biciklit, ugye még hát bicikli, hát kurva bicikli van, ugye. Hopp, júj, az Isten verje meg, jókor veszem észre, igen. És na mindegy, odaérek az állomásra, öcsém, sehun kifli, várok még egy olyan fél órát, hogy kb. Úgy mégis valami, esetleg semmi, hívom a gyereket, nem veszi fel, Facebookon nem ír vissza. Hát mondom, ez jó lesz, patott ez a gyerek. És így is volt, utána nem is írt vissza. Mindegy, nem is a lényeg, megyek tovább, felhúztam magam, volt nálam egy 20-as, tehát egy deák igazolvány, és akkor mondom, bemegyek a legközelebbi számtech boltba, ez itt a Multimédia Tower volt, itt most Debrecenben most fizetett politikai hirdetést hallottak, tehát itt most én bementem, ott a Szent Annán van, és akkor bementem, de még mielőtt bementem volna, pont felhívtam a Rolandot, beszéltem a Rolandon, Roli, egy, és még egy, tudjátok, mostanában így vele szoktunk így játszani, vagyis szoktam sokat, és akkor felhívtam őt, hogy mert ő már találkozott azzal a sráccal, akihez én mentem volna így reggel, felhívtam, hogy amúgy az hogy néz ki ez a gyerek, meg hogyha esetleg meglátom, akkor úgy kicsit nyakon verem már, hogy a faszt vártam rá fél órát a mínusz 5 fokba. És úgy képzeld el, hogy beszéltem Rolanddal, ő elmondta, hogy néz ki a srác, meg megkérdezte, hogy mi a helyzet, meg ezért akkor ő pont beért dolgozni, vagy mit tudom, ezre korán reggel volt, és öcsém, lerakom a telefont, elraktam zsebre a telefont, ugye akkor álltam, mert biciklivel voltam, ugye nyilván, álltam a járdán, és elraktam zsebre a telefont, és akkor felültem a bicikli, és elkezdtem szépen lassan tekerni. És nézem, hogy ott előttem, egy 20-30 méterrel előttem a zebrán áll, ott pont a pirosnál áll két rendőr. És akkor már néztem, hogy így a távolból így elkezdtek engem így spekulálni, tudod így méregetni. És már akkor, amikor így szemeztünk, tudod ilyen érzelmi pillanat, tudod így szemeztem velük, vagy akkor hello, mi a helyzet. Már akkor láttam, hogy mondom, itt igazoltatás lesz, itt lesz minden. Itt most itt a seggembe feldobják a gumibotot, megforgatják háromszor. Már éreztem, hogy ez fog történni. És így is történt, hogy közelebb értem, akkor elém léptek, hogy akkor jó reggelt kívánunk, akkor álljon már meg egy pillanatra, egy személyigazolvány, lakcímkártya, akkor követési távolság, az meg húz is. És mondom neki, hogy ha persze, biztos úr, rögtön adom egy pillanat. Ugye, oda is adtam, minden rendben volt. És akkor visszaadja a rendőr. Azt mondja, hogy és azt maga tudja-e, hogy ön most itt szabálytalanul kerékpározik. Tudod, így nézek rá, hogy mondom, nem értem, hogy mi a probléma, tudod. És akkor így mondja nekem, hogy azt ugye tudja-e, hogy 2015 6. havi, nem tudom milyen keresztbekezdés, 68. paragrafus 43. bekezdésének a 3. fejezetének a 2. bekezdésében tilos a járdán kerékpárral közlekedni. Tudod, én így nézek rá, keresztem, hogy igen, tudod, mint a hülye, aki tudod, mosolja először. Tudod, már amúgy tényleg most hallottam először, de mindegy, tudom, hogy tettem azért még a nagy hülyét, hogy mi a helyzet, és így mondom neki, hogy jaj, hát elnézést, biztos úgy, tudod, rögtön le is ugrottam a bicikliről, hogy
elmondom, én nem akartam itt izé, meg nagyon lassan mentem, én is csak éppen egy közeli boltba jöttem, tetszik tudni, meg mit tudom én, tudod, próbáltam menteni, ami menthető. Hát a rendőrön látszott, hogy hát ez nem a te napod, kisfiú. Az a volt a kresszvizsgálom napja, ugye délután mentem kresszvizsgálni. És akkor így mondom neki, hogy hát mondom, tényleg akkor elnézést, igaza van, akkor én voltam a balfasz, mert hogy itt járdán kerékpároztam, igen. És na, hát akkor mondja itt nekem a rendőr, hát na most akkor mit csináljunk magával. Tudod, ez a mit csináljunk magával, ez azt jelenti, hogy akkor most jó meg fognak baszni, ez azt jelenti, tehát itt már készüljél fel erre. És mondom neki, hogy hát mondom, én nem tudom, tudod, hogy izé, meg hogy igen szabálytalan voltam, meg mit tudom én. És kérdezi, hogy voltam-e már büntetve, hát mondom, nem voltam büntetve természetesen. És többé beparkolok. Mondom, nem voltam büntetve természetesen. Mondom, semmi nincs az egészség, vagy az egészségügyi, a milyen igazolvány az. Mondom, nincsen semmi a erkölcsi bizonyítványom, mondom, tiszta vagyok, biztos úr minden. És mondja, hogy hát de sajnos az országos rendőr főkapitány az fokozott ellenőrzéseket rendelt el, mert hogy a veszélyes kerékpárosok közlekednek, mit tudom én, muszáj nekik ellenőrzést tartani. És akkor így, hát mondtam, jó, hát mondom, mit tudom én, akkor oké, mondom, én ezt értem. Azt mondja, hát jó, akkor most ki tudunk önnek szabni 5000 forinttól 50000 forintig bírságot. Tudod, én így nézek rá, bazd meg, tudod, már akkor vette elő a izét, a jegyzet lófaszt, a kis jegyzetfüzetét, a kis izét, ahova írja fel az élet céljait, tudod, és akkor írja már fel. Azt mondja, hogy jó, így első fokon. Nagyon jó, csodálatos, köszönöm szépen, jól indul a napom. De ott még hallgattam, csak utána mondtam ezt nekik, miután odaadta a csekket. Mert tudod, ott megszólalsz, hogy izé, meg ott bepofázolnak, meg mit tudom én, az odaér még egy nullát a végére, na szevasz, azt akkor megbeszoptad a faszt. Úgyhogy odaadta, kitöltötte, hát ahogy kitöltötte, az maga volt a csoda. Tehát így a fele címet nem írta rá, meg a fele izét, tehát na mindegy, úgyhogy olyan gyönyörűen töltötte ki, hogy hát így hihetetlen. Tudom, mindegy, és mondta, hogy akkor ő akkor egy 5000-re megbüntet. Hát mondom, jó van, akkor köszönöm szépen, most nem tudok erre mit mondani. És hát ennyi volt igazából, utána elengedtek, mondták, hogy balesetmentes közlekedés, itt már nem lesz semmi baleset biztos órán. Innen már gyalogolok hazáig, még azt is az izé fogom tenni a járdán tolva a biciklit, úgyhogy véletlenül se fog ráülni a biciklimre. Úgyhogy ennyi volt igazából, úgyhogy megbasztak a rendőrök, volt már ilyen, tehát megbasztak már úgy máskor is, tehát akkor azt hiszem egy 10-es volt, akkor meg zebrán bicikliztem, hát pont akkor jött volt törvény, vagy egy 2 hete, vagy 3 hete, az még valamikor tavaly volt, vagy tavaly előtt, nem tudom mikor jött be az a törvény, amikor ott kitalálták, hogy akkor zebrán is le kell szállni, mint ami pont kijött 2 hete, és akkor, hát igen, azt tényleg elbasztam, mert ott én tudtam, hogy le kell szállni az ebben. Én tudtam, de én meg tudod leszavartam, azt mondom, menjünk, tudod, izé, sehol a viharban nem volt rendőrautó, sehol, öcsém, a horizonton sehol, mentem 2 utcányit, erre befordul elém egy rendőrautó, hogy állj már meg. Igen, mi a probléma, akkor személyig izé, osztott az ebrán, miért biciklizett. Öcsém, azt nem tudom, hogy látta az meg, de én direkt körülnéztem, még amúgy körül is néztem, hogy nehogy legyen ebből valami. Keci, a horizonton nem volt rendőrautó, nem, azt 2 utca múlva megelőjön, érted? Na mindegy. És ennyi igazából, hogy akkor egyszer megbasztak, meg most még egyszer. Na, de a jól záró utonat, hál' Istennek, mert kresszvizsgára ugye mentem délután, és hát arra már sokat készültem tényleg. Arra már tényleg nagyon sokat készültem. De igen, aki most így készülnek kresszvizsgára, vagy hasonló, van most olyan lehetőségetek, hogy 3500 forintért az autós iskolád beregisztrál téged az EduKressz honlapján.
számára az EduCrest az ilyen tanulói felület, internetes felület, tanulói meg tanító tanár felület, ahol ugye a Crest meg még egyéb más dolgokat is oktatnak, de ott téged beregisztrálnak, és te akkor hozzájutsz a kérdéseknek, szinte az összes Crest kérdéshez hozzájutsz, viszont csak limitált időd van, tehát kb. 12 órád van arra, hogy átmazsolázd és gyakorolgasd a kérdéseket. Tehát ott tudsz teljes teszteket kitölteni, vagy csak témakörönként tudsz gyakorolni, de ott van ilyen lehetőséged, hogy tudsz gyakorolni Crest vizsgára. És én ezt kértem direkt, miután október végén nekem nem sikerült az egyik vizsgám. Egyébként harmadjára sikerült nekem a vizsgám. Az elsőre nem készültem egyáltalán tavaly, tehát ott úgy voltam, hogy én elmentem tavaly novemberben. Majd lesz valami, tudod, jó lesz az izé, hát izé szerencsém lesz, az pont meg lesz, meg izé egy-két ponttal úgyis megcsinálom, tudod, lófasztot, lett valami 50 pontom körülbelül. Na ugye most volt október végén a második, ami 2 ponton ment el, hát ott fel is basztam magam, azt akkor felszívtam magam, azt mondtam, hogy jó, akkor tudod mit? Akkor leültem, azt tanultam egy hétig rá kb. Na mindegy, és lényeg, hogy elmentem, megcsináltam, és már ahogy beültem a székbe, én már tudtam, hogy ez sikerülni fog ez a vizsga. Tehát akkor már lélekbe úgy felkészültem rá, hogy ez sikerülni fog. És akkor tudod így, csinálom a kérdéseket, mondom, ezt tudom, ez nagyon jó, ez benne volt a izébe is, ott a 3500 forintom, ott a 3500 forintom, hopp, ez lesz a jó válasz, ott a 3500 forint, tudod, így már nyomtam ki a kérdéseket, tudod. És öcsém, a végén voltak néhány ilyen buzi kérdés, és azokon így kicsit így elfilóztam, hogy mondom, várjál, ez meg, és igen, ez lesz az, igen, ez a logikus, ez hülyeség, igen, tudod, és azért kicsit azért bele kell gondolkodni a dolgokba. És öcsém, vég a izének, volt még vagy 2 kérdés, tudod, ezt megcsináltam, tudod, és akkor már így izé, már azért a vérnyomásom is fel, hogy na most mi lesz izé, sikerül-e izé, csak sikerüljön, mit tudom én. És öcsém, vége van, kidobja izét. Gratulálnak, sikeres vizsga, 75-ből 74 pont. Úristen, így hangosan felmondtam, bazd meg, tudod, így hangosan, nem olyan hangosan, de azért tudod, hogy mondtam körülbelül, hogy bazd meg, kb. Ilyen, tudod, így egy kicsit így azért, így felszólaltam, de akkor már így vége volt, tehát hogy már akkor a féltársaság ki is ment a teremből, tehát amúgy nem volt olyan nagy izé, és tudod, így ránéztem, kiégtem a gecibe először is, hogy mondom, egyetlen egy kérdést basztam el, kérlek szépen, meg volt az, valami izé volt, hogy valami villamosos volt, de az olyan nagyon buzin feltett kérdés volt, a legbuzibb kérdések közül is az egyik legbuzibb, legköcsögebb kérdés, na az nem sikerült, az egy, és mindegyik sikerült, ez mindegyik bazdmeg, és mindegyiket tudtam, és olyan geci elégedett voltam, kijöttem, nem mondom, ma berúgunk, nem rúgtam persze, mert csak ezt így most jelképesen mondtam, hogy izé, és ennyi igazából, úgyhogy holnapi naptól kezdem a vezetést, és jaj, már beszéltem az izével is, oktatóval, minden, mondtam, hogy a legnagyobb kocsit add ide, ami van, a legnagyobbat, adj egy kamiont, mondtam, adj egy kamiont, nem, nyilván az a kamion nincs, de mondtam, a legnagyobb kocsit, mert tudod, azt mondják, hogy a minél nagyobb autón tanulsz meg vezetni, annál jobb, mert akkor a kicsikkel is könnyen elborulsz, ha egy kicsivel tanulsz meg vezetni, és beülsz egy nagyba, nem érzed már, vagyis idő kell, míg átszokjon hozzá az ember, meg úgy nem érzel rá annyira az autó. Én mondtam, a legnagyobbat ad ide, öcsém, azt megszokom, azt értem irányít, tehát te barsz, öcsém, hát S-osztályú Mercit fogok venni, ember. Hát az meg nem egy Suzuki Swift, az meg. Úgyhogy megmondtam magamnak, hogy öcsém, a legnagyobb kocsitval kezdjél, mert a kicsi, ilyen kis fos, Skoda Fabiával fogsz kezdeni, akkor a nagy autókban nem fogsz boldogulni később. Na mindegy. Úgyhogy igazából ennyi a szisztéma, hogy ennyi történt így a héten, így gyorsan összefoglalva, hogy megbaszott a rendőr, tanultam, mint állat, és sikerült a Crest vizsga. Sikerült már az egészségügy is, de azt már elsőre sikerült, azt már régen megcsináltam. Megvan ugye a tanfolyam, minden faszom, tehát igazából most van az a 30 órám, amit kéne gyakorolnom, ugye vezetésből.
illetve utána jön a forgalomvizsga. Hát ami szerintem egy 2 hónap még lesz legalább. Mondtam az izének, az oktatónak, hogy bármikor jó, mondom bármikor tud időpontot, a reggel 6-kor ad időpontot, reggel 6-kor ad időpontot. Már pont láttam az izét, úgyhogy csak már késő volt, igen. Ja, ne aggódjatok, hogy való életben is így fogom gyűjtögetni a gyorshajtásokat, úgyhogy miért ne aggódjatok. Miért én is aggódom, már fel vagyok így lélekbe készülve, tudod. City, amikor megjelent, körülbelül akkor volt.
Hát az egy egymagos gép volt, azt hiszem. Az még már P4-es volt. Az már P4-es volt szerintem, de valami egy vagy két magos, egymagos volt. Intel, azt tudom. És hogy hívják? Volt benne egy 128-as videokártya, először egy 64-es volt, aztán került bele egy 128-as, meg volt benne vagy egy vagy másfél giga, körülbelül ott körül volt egyébként. Hát ez már hihetetlen régen volt, én is csak így a néhány dologra emlékszek így belőle. De úgy nagyjából úgy állt össze a kép, úgyhogy Mercedes-Benz Chromium kereskedő pártán, tök jó. Hát annyi még, hogy így terve van majd egy autóvásárlás, azt nem tudom, hogy mikor fogom. Úgyhogy most is jelen pillanat is arra költöm, vagy arra költöm, gyűjtöm. Majd fogom még költeni. Gyűjtöm, egyelőre még csak gyűjtöm rá a pénzt, aztán majd költöm rá a pénzt. De majd valamikor jövőre lesz az nyilván, ha megvan a jogsi, akkor utána egy-két hónapra rá szerintem majd valami gépjárműre fogunk menni. Még nem tudom mennyien, nem tudom miért. Német autók nagyon vonzanak, ugye azért a német luxus, a Merci, Audi, BMW-ben rengeteget gondolkoztam, nagyon vacillálok a BMW-ben, ugye 39-ben nagyon vacillálok, nagyon gondolkozok, de a szervizköltség, gyerekek, az nagyon, nagyon lepofozza az embert, úgyhogy nem tudom, gondolkozok még sokat egyébként, de lehet, hogy csak egy maradok egy Passatnál, vagy valami hasonlónál. Ja, nagy autót fogok, tehát nem fogok egy Swiftet venni, vagy nem fogok egy Devo Matiszt venni. Tehát ez egyértelmű, hogy meg hát alapból én sem vagyok egy kis bódisz ember, ezért vagyok 2 méter, meg olyan 90 kiló, annyi nem biztos, de 85-80 biztos vagy, meg vagyok. De majd meglátjuk. Ezt majd az idő eldönti, hogy meg a pénz, meg a minden eldönti, hogy ki mennyit engedhet meg magának. Majd ez még kiderül később. Persze arról is lesz videó mindenképpen. Úgyhogy ezt majd arról is fognak készülni, vidik, azt majd láthatjátok. Hát igazából ennyi. Fért volna beleszentem a mai videóba. Így elmondtam mindent, ami úgy történt. Most már egy kicsit szaporábban lesznek majd a videók, ha meg lesz a saját gépem is, mert most jelenleg abban nincs alaplap. Abban rendeltem egy alaplapot, vagyis hardware appon vettem egy alaplapot, meg volt 2 napig, aztán beszaladt. Úgyhogy ezt most visszaküldtem a srácot, mondtam neki, hogy akkor ne haragudj, de én ezt visszaküldöm neked. Úgy kurva rendes gyerek volt, úgyhogy mondta, hogy persze semmi gond. Úgyhogy most várok alaplapot a gépembe. És ha az meg lesz, akkor onnantól kezdve már lesznek azért úgy gyakrabban mindenféle videók. De egyelőre a mai részben ennyi fért bele, srácok, úgyhogy köszöntöm nektek a figyelmet. Ha pedig valami észrevétel, egyéb óhaj-sóhaj, vagy éppen vélemény van, akkor nyugodtan hozzászólásba azt mondjátok el. Én is kíváncsi vagyok azért, hogy mi erről a véleményetek, meg arról, hogy a kerékpárosnak kötelező az úttesten közlekedni. Hát én azt mondom, hogy én tiszteletben tartom rendben a törvényeket, én tiszteletben tartom, úttesten fogunk közlekedni, addig, amíg el nem fog valami buzi autós ütni. Tehát azért buzi autós, mert tudjátok, hogy a kerékpáros meg az autós között azért mindig is ott van az a feszült helyzet, és ezt sose fogjuk, amíg létezik kerékpár meg autó, és amíg egy helyen közlekednek, ez nem fog elmosódni. Ez a mai napig tisztán ott van mindenhol, úgyhogy én azért, ha olyan az út, én inkább felmegyek a járdára. De persze, ha olyan, akkor meg az úttesten fogok menni, de hát ez majd elválik. Csak azért mondom, hogy amíg el nem basznak, addig én is közlekedek az úttesten. Na mindegy, erről is mondjátok el a véleményeteket. Én nem tudom, én azt mondom, hogy azért szerintem ez azért kicsit durva, hogy már tilos kerékpárral is a járdán közlekedni, azért egy picit durva, tehát most ezt egy 60 éves öreg néninek mondd meg, aki a kempingbiciklével
viszi a piacra az áruit, hogy akkor menjél a négysávos főúton, közlekedjél, légy szíves. Tehát azért, na mindegy. Jó, nekem az a véleményem, aztán lehet, hogy meg más-más, hogy látja. Mindegy, én köszönöm szépen nektek a figyelmet, én Magfejú voltam, sziasztok!